elkezdődött az építkezés. Új kerékpárút készül Zalaegerszegen. Séta a mellrák ellen. Fontos a szűrővizsgálat, a megelőzés. Idősek napja Csácsbozsokon. A szépkorúakat köszöntötték. Ez a Zalaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Kátakács Bernadett vagyok. 2024. október 28-a hétfő van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. 4,4 km hosszúságban új kerékpárút épül Zalaegerszegen. A nyomvonal biztonságos és gyors megközelítést tesz lehetővé a vármegyeszékhely és a szomszédos község Teskánt között. A beruházás a TOP Plus program támogatásával valósul meg. Az elmúlt 5 évben összesen 20 kilométernyi kerékpár, illetve kerékpározásra alkalmas út épült Zalaegerszegen, hangsúlyozta a projektindítón Balaidz Zoltán. A polgármester kifejtette, mindezekkel a városrészek biciklis összekötése, valamint a környező települések hálózatba kapcsolása az önkormányzat célja. Nagyon régi vágyunk volt az, hogy miután Teskándig Zalalövő felől már a kerékpárút megépült, ezért a Zalaegerszeg és Teskánt közötti csatlakozás is megvalósuljon. Most végre a TOP Plus program erre lehetőséget biztosított. Helyi cég, az Zalaegerszegi Sprint Kft. Nyerte el a közbeszerzést nettó 594 millió forint értékben, és ez azt jelenti, hogy a főággal és a három mellékággal együtt 4,4 kilométer kerékpárút épül meg a következő hónapokban. A kivitelezés két irányból is elindult. A Hók János út mentén egyszerre több munkagéppel végzik a tereprendezést. A nyomvonal a főúttól távol, biztonságos kerékpározásra nyújt majd lehetőséget. Nagyon sokan próbálkoztak, és hát életveszélyesé minősítették, ezért aztán ez most egy kicsit elhanyagolódott, de az igény folyamatosan fenn van, és a településen belül is sokan kerékpároznak, illetve azt látjuk, hogy Zalaegerszegről kiérkeznek autóval, és akkor onnan folytatják az útjukat. A Zalaegerszeg Teskán közötti szakasz a Zalavölgyi kerékpárútba torkollik, így a fejlesztés turisztikai célokat is szolgál, emelte ki a vármegyei közgyűlés alelnöke. A korábban csak Csonka, Zalalövőtől Teskándig haladó, a vasúti töltése megépített egyébként roppant hangulatos és biztonságos kerékpárutat, nem tudták folyamatosan használni az arra közlekedők. Most ez a szakasz bekötésre került Zalaegerszeg hálózatába, és nagyon reméljük, hogy idővel az Erővelő 14-nek is része lehet. A kivitelezés várhatóan jövő nyárra befejeződik. Az építkezések azonban nem állnak le Zalaegerszegen, már tervezik a Csácsbozsóki nyomvonalat, ami a sokak által látogatott parkerdőt és a Csácsbozsóki arborétumot is bekötné a kerékpárút rendszerbe. Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja. A felmérések szerint az országban évente 8-9 ezer, Zala vármegyében pedig csaknem 260 új esetet diagnosztizálnak. A Daganatos Betegek Egyesületének, illetve a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának közös rendezvényén a megelőzésre hívták fel a figyelmet. A résztvevőket Bali Zoltán alpolgármester, Károlyi Szilvia tisztifőorvos és Baranyainé Sifter Mária, a civil szervezet elnöke köszöntötte. Az 1990-ben alapított egyesület a kezdetektől segítséget nyújt a betegeknek és családtagjaiknak. A kitűzött rózsaszín szalag az érintettek támogatását, valamint a szűrővizsgálatok fontosságát jelképezi. A korai felfedezésnek az előnye, ugye, hogy 100%-os gyógyulás is lehetséges, és a mai viszonyok mellett már egyre inkább a műtéttechnikától, a kezelésektől kezdve minden teljesen más formát öltött, mint a régebbi időkben. És hát a megelőzés mindig is kezdetektől fogva nekünk a programunkban szerepelt. Az elváltozás korai felismerése életet menthet. Magyarországon ezért a veszélyeztetettnek minősülő 45-65 év közötti hölgyek 2001 óta személyre szóló meghívó levelet kapnak a szűrővizsgálatokra. Ugyanakkor a megszólítottak mindössze 40%-a keresi fel a szakrendeléseket.
A Szent Rafael Kórház onkológiai osztályának vezetője miért érdemes emlőrák szűrésre menni című prezentációjában a legfontosabb tudnivalókat foglalta össze. Az egészségtudatos magatartásnak része a szűrővizsgálatokon való aktív részvétel, mert ebben az esetben tudjuk felfedezni a tünetet és panaszt nem okozó kicsi daganatokat. Ez azért lényeges, mert ekkor van a legnagyobb valószínűsége a teljes gyógyulásnak. Persze tudjuk azt is, hogy vannak olyan szövettani típusok, amelyek gyorsabban alakulnak ki. Ilyenkor is nagy szerepe van az önvizsgálatnak, és annak, hogy minél előbb orvoshoz forduljunk annak érdekében, hogy a korai diagnózis megtörténjen, és a terápiás lépéseket is minél korábban el tudjuk végezni. A programot Balogh Kornélia gyógytornász a műtéten átesett betegek rehabilitációjáról szóló előadásával folytatták. Ezt követően rózsaszín léggömbökkel indultak közös sétára a Mincentinum épületétől. A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 32. alkalommal hirdette meg az Izsák Imre Gyula Komplex Természettudományi Versenyt, amelyre 15 gimnáziumot hívtak meg. A résztvevő 28 diák október 25-26-án mérte össze tudását. A matematika, fizika, programozás feladatsorok megoldására témakörönként 120 perc állt a rendelkezésükre. Díjazták az összetett és a tantárgyi versenyben legjobb eredményt elérőket. Hangulatos vacsora estre hívták a szépkorúakat az Izsák iskolába. A hagyományok szerint az ünnepségen adták át a Csács Bozsokért emlékplakettet. Az elismerést idén Tóth Géza, a Polgárőr Egyesület vezetője vehette át. Az eseményre az oktatási intézmény növendékei színvonalas műsorral készültek. Több mint 100-an érkeztek a település részi önkormányzat rendezvényére. A 91 esztendős Angi néni, mint minden esztendőben, így idén is örömmel vett részt a közösségi programon. Szeretek jönni, és mindig csalok magammal valakit. Már, hogy jöjjenek ők is a nyugdíjas ünnepségre? Mert jó lenni, valahogy jó emlékek vannak, jó műsor van. Én szeretek itt lenni. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjas korú generációra. Ennek egyik szép példája, hogy az idősek napját a Zalai Vármegyeszékhelyen 2013-ban több héten át tartó változatos programsorozattá bővítették. Ezt hagyományosan évről évre megrendezzük. De miért is van erre szükség? Alapvetően azért, mert az idősekkel való gondoskodás, az idősekre való gondolás az az egyik legfontosabb feladatunk. Hiszen mindannyian hálásnak kell, hogy legyünk az idősekért, a szüleinkért, a nagyszüleinkért, és ugyanezt kell továbbadni a gyerekeinknek. Szinte valamennyien aktív tagjai a városrészben működő egyesületeknek. Mindig számíthatnak a tanácsaikra. Viszonzásul olyan programokat szerveznek számukra, ami szebbé és könnyebbé teszi a mindennapjaikat. Nagyon szeretjük és tiszteljük az idős embereket. Egyrészt azért, mert hihetetlenül nagy tudás és tapasztalat gyűlt össze az életük során, amelyre nekünk szükségünk van. Másrészt pedig szeretnénk nekik olyan közösségeket, olyan eseményeket kínálni, amiben ez a fiatalos időszak még inkább tud inspirálódni. A jó hangulatról ezúttal Kovács Kata és művésztársai gondoskodtak. A produkcióba a szépkorúak is bekapcsolódtak, akik a fellépőkkel együtt énekelték az örök zöld dalokat. Harmadik alkalommal szerveztek túrát Sziva Ferenc természetvédő madarász emlékére a Botfai városrészben. A település részi önkormányzat és az Összefogás Botfáért Egyesület kezdeményezéséhez évről évre többen csatlakoznak. A közösségi ház udvarán a hagyományok szerint megkoszorúzták a botfai születésű ornitológus tiszteletére készített emléktáblát. A természetjárókat Gecse Péter alpolgármester köszöntötte, aki a lakókörnyezet értékeire hívta fel a figyelmet. Ennek az eseménynek több célja is van. Egyrészt az, hogy Pozsik Lajos tanár úr által életre hívott korábbi Sziva Ferenc tájékozódási túrát fenntartsuk, illetve életben tartsuk.
természetesen Sziva Feri emlékének a megőrzése, az ő tevékenységének a megismertetése az érdeklődőkkel, és hát az is nagyon fontos, hogy az érdeklődőknek megmutassuk azt, hogy milyen szép helyen is élünk. A találkozóra Pozsik Lajos volt tanítványa is eljött, aki a középiskolás évek után agrármérnök végzettséget szerzett. Pályaválasztását a diákkori élmények is segítették. Nagyon sokat madaráztunk, erdőt jártunk vele, és nagyon, hát az ő természet szeretetéből nagyon sokat átadott nekünk. Tehát főleg olyan gyakorlati dolgokat, amiket én a mai napig hasznosítok. A tájat még köd borította, amikor a csoport útnak indult. A természetjáráshoz azonban a túravezető szerint nincs rossz időjárás, csak alkalmatlan öltözet. Néha ugyanazokat a helyeket is meg kell nézni mindenféle időjárási körülménybe, ősszel is, tavasszal is, mindig más arcát mutatja a természet. Ősszel most, hogy nagyon sok eső volt, ugye rengeteg gomba van, ez a különlegessége például ennek az őszi alkalomnak. Az erdő mélyén termő gombára egyelőre nem sikerült rábukkanni, ám egy érdekes rovart felfedeztek. A lotucsök rejtett életmódja miatt ebben az évszakban csak ritkán kerül elő. Föld alatti kis üregeket alakít ki, ahol olyan frekvenciával tud cirpelni, ami felerősíti ez a kamra, és ezáltal egy ilyen meghatározhatatlan helyről egy ilyen aránylag mély cirpelő hangot lehet hallani, amikor ő zenél. A kirándulók idén új nyomvonalat választottak, az úti cél azonban most is a Hidegkuti forrás megszépült környezete volt. Az ősz jegyében telt vasárnap a nyitott műhelygalériák napja a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban. A gyerekek gesztenyéből, magból és dióból állatkákat, kukoricaszárból pedig játékokat készítettek. Mindezek mellett agyagozásra, sütésre és nemezelésre is lehetőségük nyílt. Eberli Barnabás édesanyjával és testvérével érkezett a kézműves délutánra. Asztalról asztalra jártak, mindent kipróbáltak. Ezeket az autókat is ők készítették kukoricaszárból. Az úgy készült, hogy kivettem a kukoricaszál belsejét, beletűztem pár fogpiszkálót, és ráraktam ilyen kerékszerű fadarabokat. Utána pedig jöttünk ide nemezelni, és most meg egy banánt készítek, ami úgy készül, hogy szappanos vízzel össze kell gyúrni, és meg simogatni, meg így forgatni kell, meg tömködni, össze kell gyúrni. Egész délután nagy volt a nyüzsgés az intézményben, sorba kellett állni az egyes foglalkozásoknál. Őszi nyitott műhelygalériák napja a mai rendezvényünknek a címe, és hát benne van a nevében is, hogy az őszi tevékenységek, gyümölcsök és egyéb szokások őszi vonatkozásait próbáljuk itt megjeleníteni, és belevarázsolni a népi játszóházi foglalkozásokba. Így például lehet Takács Andreával, kesztenyéből, dióból, tehát magvakból készíteni különböző játékokat, aztán Szilegyi Zoltánnal lehet kukoricaszárból és akár más fakütyükből kis játékokat elkészíteni, vagy hangkeltő eszközöket. Népi gasztronómiát is próbáltunk becsempészni a mai napba. Az almás kosárka klasszikus göcsei recept alapján készült, emellett gesztenyés kiflit is süthettek a gyerekek. Csuti Tibor műhelyében pedig az időszakhoz illően töklámpások formálódtak. Nagyon egyszerű feladat, az applikálásos technikát alkalmazzuk, megvannak a szokásos tálak, de most nem kukacok és csigák vannak belőlük rakva, hanem csak simán az agyagot belepréselik a gyerkőcök. Van két nagyjából félgömb alakú tál, amit összeragasztunk, és azt tökösítjük. Új időszaki kiállítással is gazdagodott a kézművesek háza a hétvégén. Az Ecsettől a mennyezetig című tárlat Ament Éva bútorfestő népi iparművész tanítványainak munkáit mutatja be. Az alkotások december 15-éig várják a látogatókat Zalaegerszegen. Szigetszentmiklóson rendezték a hétvégén a VKF Karate Diák Olimpiát, amelyre 47 egyesületből több mint 500 fiatal nevezett.
A Zalaegerszegi Regionális Karate Akadémia Toriki csapata 4 sportolóval képviseltette magát a versenyen. Az elmúlt időszak betegségei és sérülései ellenére nagyon szép eredmények születtek. A zalai sportolók 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel tértek haza a diákolimpiáról. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Elkezdődött az építkezés. Új kerékpárút készül Zalaegerszegen. Séta a mellrák ellen. Fontos a szűrővizsgálat, a megelőzés. Idősek napja Csácsbozsokon. A szépkorúakat köszöntötték. Ez volt a Zalaegerszegi Televízió híradója 2024. október 28-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb kedden este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon, a www.egerszegihírek.hu oldalon tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió műsorait a www.zegtv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!